Hedo Vibro, Gyöngyös, Budakalász, 34-31, üdvözlöm a sajtó, illetve a csapatok képviselőit, először a vendégcsapat mesteréhez, Csoknyai Istvánhoz fordulok. Szoros mérkőzést vártatok előzetesen ti is, és azt is kaptunk. Így érezted a padról is? Valóban így van, és gratulálok a hazai csapatnak, hiszen nagyon sokat tettek a győzelemért, de az én csapatom is dicséretet érdemel, hiszen egy út elején vagyunk, és most egy nagyon nehéz sorozatból érkeztünk meg, ahol szinte a tavalyi szezon első 4-5 helyezettjével, tehát az érvesekkel játszottunk. Ennek ellenére sikerült 3 bravúrpontot szerezni. Azt tudtuk, hogy Gyöngyösön nem lesz egyszerű még mérkőzésben maradni se, nem hogy nyerni. Sokat tettünk érte, azt gondolom a második fél időben ott voltunk, roholtunk az ellenfél után, sajnos végül ők vezettek, nem tudtuk utolérni őket. Rekordmennyiségű gólt sikerült lőnünk, ez a 31, ez idegenben, azt gondolom, ezzel meccseket kéne, vagy pontokat lehetne nyerni, meccseket lehetne nyerni, de rengeteg gólt is kaptunk, tehát ebből látszik, hogy a védekezésünk és a kapus teljesítmény ma nem működött úgy, hogy szerettük volna, tehát ez annak a olvasata is, hogy a hazai nagyon kijátszottak bennünket, tehát ez a szélsőfutóval, a beálló körüli védekezés, az átlövőjét az első fél időben egyszerűen nem tudtuk semlegesíteni. Összességében én azt mondom, hogy a szurkolók nagyon mérkőzést láthattak. Két kiválóan felkészített csapat, sok sikert a Gyöngyösieknek a következő Európa, jövő Európa Kupa sorozat és a magyar bajnoksághoz. Köszönjük szépen! A vendégek összesen 4 gólt szerző játékosához, Falpert Józsefhez fordulok, hogy nézett ki a mérkőzés belülről. Gondolom, hogy csapatának. Hát próbáltam ugyanis fennmaradni az előző mérkőzésekben, végjátékot vegyünk. Ez sikerült is, csak utána Gyöngyös csapatában több erő maradt, úgymond. Nem mondanám, hogy akarat is, mert mi is akartunk, de ez is sikerült a végjáték, megérdemelten nyertek. És azt gondolom, hogy vége már közönség előtt jó férfias mérkőzés volt. Köszönjük szépen! A hazai csapat trénere Konkoly Csabi. Hozzád is, Saba, ugyanaz a kérdés, ami az ellenfél mesteréhez. Küzdelmes, nehéz mérkőzést vártunk, és azt kaptunk. Tényleg nehéz volt? Tényleg küzdelmes volt? Köszöntök én is mindenkit. Köszönjük a gratulációkat. Ugyanez elmondható visszaforgatva a Budakalászon, és valóban nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk. Mi is jó sorozatban vagyunk, ők viszont valóban abban az építkezésben, ami új csapatot kellett építenünk, és ez szerintem rekordgyorsasággal sikerült. Az előző meccseknek az eredményei ezt mutatták, úgyhogy valóban egy nagyon jó felkészült csapat ellen kellett a mi felkészültségünket megmutatni. Annak nagyon örülünk, hogy győztesen tudtuk elhagyni a hazai pályát. Köszönjük a szurkolóknak a biztatást, nagyon nagy erőt adtak szerintem a fiúknak, és az volt az örömteli, hogy talán a védekezésben nem volt maradéktalanul jó teljesítményünk, ott lüktető teljesítményt éreztem, de maga a támadójáték az viszont azt a koncentráltságot mutatta, amire készültünk egész héten, hogy így kell játszanunk akkor, hogy itthon tartsuk a pontjainkat. Köszönöm szépen! A hazai csapat 6 gólos átlövője Halász Levente. Levi, milyen volt belülről a mérkőzés? Egy picit megérkeztél újra a pályára, és újra a lövő formádat megtaláltad. Köszönjük mindenkit! Először is szeretnék én is gratulálni a Kalásznak, nem csak a mai, hanem az előző fordulóban elért sikerekért is. Igazából azt kaptuk a mérkőzéstől, amire számítottunk. Két szerintem jó formában lévő csapat találkozott ma. Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, és ez így is volt. 60 percig kellett küzdeni ahhoz, hogy a két pontot itthon tartsuk. Az első fél időben nem akart összeállni a védekezésünk valamiért. Nagyon jól védekeztünk, és a végén, amikor már passzív szélére került az ellenfél, akkor egy koncentráció hiány, egy apró hiba, és abban kaptuk a gólokat, ami elég demoralizáló. Nem a védekezésről szólt ez a mérkőzés, de hál' Istennek a támadójátékunk rendben volt, és sikerült itthon maradni, itthon tartani, bocsánat, a 2 pontot. Menjünk tovább, sok sikert a Halásznak is. Köszönöm szépen mindkét csapatnak, további sok sikert kívánok! Sziasztok! Milyen jó, hogy